Szakmai konferencia az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége szimpóziumának harmadik alkalommal volt házigazdája Szombathely. Fogyasztásmérők, számos vitás helyzet elkerülhető lenne, ha a közműszolgáltatásokat igénybevevők jobban ismernék jogaikat és kötelezettségeiket. Báb Színház. Nyelvi leleményekkel teli Nemes Nagy Ágnes versek, egyszerű, de sokoldalú díszlet és jelmezek a vasárnapi mesebolt bemutatóban. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Merklin Ferenc. Jó estét kívánok! Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége Szombathelyen tartotta 28. szimpóziumát. A szövetség célja olyan struktúrák kialakítása, amelyek garantálják a közösség, valamint a szolgáltató szervezetek részvételét, a városok egészséges képének kidolgozását és a lakosság egészségfejlesztésének folyamatát. Magyarország az Egészséges Városok Program 1987-es elindulása óta aktív résztvevője az Egészségügyi Világszervezet Európai Irodája kezdeményezésének. Az Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége 1992-ben alakult meg 10 tagvárossal. A szervezet célja, hogy évről évre felhívják a figyelmet az egészség megőrzésére. Minden ember, aki egy kicsit foglalkozik az egészségével, próbál olyan szervezeteket létrehozni, olyan programokat indítani, ami a városi lakosság egészségét pozitívan befolyásolja. Tehát ezért próbáljuk azt megmutatni, hogy mennyivel több az, hogyha Egészséges Városok Program keretében teszik ezt. Szombathely 1989-től tagja a szövetségnek, és immár harmadik alkalommal ad otthont a szervezet küldött gyűlésének. Teheti mindezt azért, mert elkötelezett tagja a szövetségnek, rengeteget tett az utóbbi időkben az újraélesztés alapvető fogásainak elsajátítása érdekében, valamint a Szent Márton emlékévben számos szociális, egészségmegőrző programot szerveztek a városban. A város ebből rendkívül sokat profitál. Nyilvánvaló, hogy fontosnak érezte a mindenkori városvezetés, de nem kell külön kiemelnem, hogy egy olyan város, aminek a polgármestere maga is mentőorvos, mentőfőorvos és kiváló szakember, itt ennek a jelentősége különlegesen magas. A közgyűlést egészséggel kapcsolatos programok, rendezvények és szűrővizsgálatok követik majd november 8-áig. Számos panasz vagy vitás helyzet elkerülhető lenne, ha a fogyasztók ismernék jogaikat és kötelezettségeiket a közműszolgáltatásokra vonatkozóan. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ezért tájékoztató kiadványokat készített, melyekhez a kormányablakokban juthatnak hozzá az érdeklődők. Ezek a képek mérőórák ellenőrzésekor készültek. Jól mutatják, milyen sokféleképpen próbálják kijátszani a szolgáltatót a fogyasztók. Ám ha lebuknak a szabálytalan gáz vagy villanyvételezéssel, akár több millió forint bírságot is fizethetnek. Nem szabad hinni azoknak a szerelőknek sem, akik azt állítják, hogy tovább spórolhatunk a rezsin, ha állítunk a mérőórán. Mindegyik ilyen manipuláció kiderül, és utána pár tízezer forintot fizettünk, pár tízezer forintot nyertünk úgymond az üzleten, de utána sok százezres kötbér lesz a vége, plusz annak az utánjárás, hogy lehet majd utána helyreállítani a szolgáltatást. A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan nincsenek tisztában a szolgáltatásra vonatkozó jogaikkal és kötelezettségeikkel, mondta el a tájékoztatón Rajkai Péter, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal munkatársa, aki példákat is sorolt. Van egy nagyon fontos kötelezettsége még a felhasználónak, mégpedig az, hogy a mérő önmaga is ellenőrizze, hiszen a fogyasztót állagmegóvási kötelezettség terheli. Ha havonta megnézzük, mennyi az óraállás és az esetleges hibát jelezzük a szolgáltatónak, számos problémát megelőzhetünk. Nagyon sok olyan reklamáció érkezik hozzánk, hogy több éve rosszul mér az óra, és akkor valamikor ez idők során kiderül, és hatalmas költségbe kerül a fogyasztónak, mert ugyanis amit elfogyasztottunk, energiát, vagy akármilyen közműszolgáltatást igénybe vettünk, annak a díját előbb vagy utóbb ki kell fizetni. Érdemes a szolgáltató által elvégzett óra ellenőrzést figyelemmel kísérni, és a vitás kérdést a helyszínen jegyzőkönyvbe vetetni. Ezzel a jó tanáccsal is találkozhatunk, például az óvia mérő óráját, valamint az Ismerje meg jogait kiadványban, melyet a fogyasztók tájékoztatása érdekében állított össze az Energetikai Hivatal.
Böröc Miklós, a Vas megyei kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályának vezetője jelezte, hogy a tájékoztató kiadványokhoz a fogyasztók a kormányablakokban juthatnak hozzá. Koszorúzással emlékeztek a Roma holokauszt 72. évfordulóján. Mártír pap tiszteletére mutattak be misét a Ferences templomban. Kiállítás nyílt a Rumi Rajki kör megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. Rövid hírekkel folytatjuk. 1944. november 4-én több száz Vas megyei cigányt gyűjtöttek össze az egykori téglagyár területén, hogy előbb a komáromi erődbe, majd onnan kényszermunkára és haláltáborokba hurcolják őket. Az embertelen körülményeket legtöbbjük nem élte túl. Az emlékezők minden évben lerolják kegyeletüket a Jászai Mari utcai emlékműnél. Idén a megyei közgyűlés alelnöke, a Vas megyei és a Szombathelyi Kisebbségi Önkormányzat képviselői, a polgárőrség tagjai és a Demokratikus Koalíció képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit és mécseseit. A 32 évvel ezelőtt brutálisan meggyilkolt lengyel papra, Jerzy Popieluszkóra emlékeztek a Ferences templomban a Rákóczi Szövetség Vas megyei szervezetének kezdeményezésére. A katolikus papot a kommunista titkosszolgálat három tisztje ölte meg 1984. október 18-án. A misét Búr Bela Gergely kőszegi verbita szerzetes celebrálta, majd a 2010-ben boldoggá avatott mártírpap életéről hangzott el előadás. Szobrok, festmények és korabeli dokumentáció. Ilyen komplex kiállítás még nem született a Rumi Rajki műpártolókör szervezésében. A szervezet névadójának szinte minden munkája helyet kapott azon a tárlaton, amelynek a képtár adott otthont. A kiállítást harangozó Bertalan kormány megbízott nyitotta meg, a jelenlévőket köszöntötte a kör elnöke Balogh Péter, valamint Takács Nétenki Mária városi képviselő és Balási Péter megyei jegyző. A tárlati igazi kuriózum olyan köztéri alkotások méretarányosan kisebb változatait is bemutatják, amelyeket egyben még soha nem láthatott a művészetpártoló közönség. A kiállítás december 17-éig látható. Nyelvi leleményekkel teli Nemes Nagy Ágnes versek, élő zongorajáték, egyszerű, de sokoldalú díszlet és jelmezek. Különös világot teremt a színpadon a legújabb mesebolt bemutató. Vasárnaptól a Bábszínház műsorán a Lila Fecske. Ismét bemutatóra készül a Mesebolt Bábszínház. Lila Fecske címmel gyerekversekből fűzött előadást készítettek, amelyben nem csak a líra, hanem a zene és a látvány is fontos szerepet kap. A darabról sajtóreggelin beszéltek az alkotók. A magyar gyermekköltészeten belül Vörös Sándor mellett Nemes Nagy Ágnes az, aki utolérhetetlen produkált ezen a téren, és úgy szólítja meg a gyermek és felnőtt közönséget, hogy egyszerű szavakkal, nagyon erős képekkel, nem gügyögve, de komolyan véve a gyermeki létet. És úgy gondolom, hogy ezzel a generációról generációja mindenkinek meg kell, hogy ismerkedjen Nemes Nagy Ágnes költészetével. Nem véletlenül választotta a rendező a Költőnő, Gyermekek, illetve Madarak című vers ciklusát. Egyszerre jelenik meg ugyanis általuk a valós, elérhető, hétköznapi környezet, a szoba, a bútorok, és az elérhetetlen, a távoli, furcsa világ. A hatást csak fokozza az élő színpadi zongorajáték. Kezd a nyelv a palotában, csupa fény és csupa árnyban, csupa kuckó, csupa tép. A három színész, Lehőc Zsuzsa, az egyetemista Dér Mária, valamint Kovács Bálint hamar összeszokott a próbák során, és a többi közreműködő sem ismeretlen a társulat számára. A díszlet és a jelmezek az egyszerűséget képviselik, többféleképpen használhatóak. A nemezt választottam a bábok fő technikájának, mert egy ilyen nagyon megfoghatatlan anyag, ami egyébként ritkán van bábszínházi színpadon használva, és úgy gondoltam, hogy ez egy izgalmas forma ahhoz, amit próbálunk bemutatni, hogy egy ilyen megfoghatatlan, picit absztrakt, de közben meg egy ismerős anyag. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak egyaránt szóló bemutató november 6-án vasárnap lesz a Bábszínház kamara termében.
Digitális tananyagokkal kapcsolatos továbbképzésen vettek részt a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanárai. Egy szegedi tankönyvkiadó mutatta be legújabb fejlesztésű segédanyagait, melyekkel élvezetessé tehető a tanulás a fiatalok számára. Kémia, fizika, matematika, történelem, földrajz, minden tantárgyhoz használható digitális tananyag. Maga a tankönyv is elérhető elektronikus formában, amit a diák a számítógépén lapozhat, kinagyíthat, szövegkiemelővel jelölhet benne. Emellett sokféle kiegészítő elem, 3D-s animáció, videó, mozgatható képek, egyéb tartalmak is segítik a tanulást. A fiatalokat ma már nem hozza lázba a tankönyv illata, ezt a tanárok is tudják, ezért nekik is otthonosabban kell mozogniuk a digitális világban. Az kevés, hogy eszközökkel felszereljük a tantermeket, hogy van digitális tábla, hogy van projektor, laptop, hogy a tanár felviszi a maga okos eszközeit. Meg kell tanulni a digitális tananyagot használni, szerkeszteni, és hát hatékonyan alkalmazni az órán. Ha kiválasztom a könyvet, amit szeretnék megnézni, megnyitás után hozzáférek, és ahogy mondtam, ebben lapozgatni tudok. 4-5 év múlva már az úgynevezett alfa generáció érkezik a középiskolákba, akik készségszinten használják a digitális eszközöket. Számukra már nem elég élményszerűek a tankönyvek statikus ábrái, ezért kell a tananyagot az igényeiknek megfelelően fejleszteni. Az elektronikus oktatási segédletek az alsó tagozattól az érettségiig elérhetőek, már nem csak számítógépen. Nem kell már a számítógép elé ülni, hiszen azt látjuk, különösen egy gimnáziumban, hogy a gyerekek okostelefonnal a kezükben szaladgálnak, már az okostelefonjukra is le tudják tölteni azokat a tankönyveket, oktatóelemeket, amikkel élvezetesebbé tehetik a tanulmányaikat. Ezek a tananyagok különösen hasznosak lehetnek például egy szegényesebb kémia vagy fizika szertárral rendelkező iskolának, hiszen általuk látványos elemekkel, kísérletekkel színesíthetik az órákat. A diákok nem csak a tanórán, hanem otthon is elérhetik a digitális tananyagokat. A tartalmak fejlesztése a pedagógusok és a diákok visszajelzései alapján folyamatos. Szent Mártonról egy percben. A köppeny megosztás jelenetét ábrázolja az a kályha csempe, ami a 70-es években Szentléleki Tihamér Jomkerti ásatásán került elő, és az egykori püspökvár dísze volt. Ez a kályhacsempe egy romkerti ásatáskor került elő, Szentléleki Tihamér ásató régész idejéből a 70-es években, és ez a kályhacsempe Kőszegen a Hafner féle C műhelyében készült az 1670-es években. A híres köpeny megosztási jelenet látható rajta, és ezt még Szombathely püspöke, Szentgyörgyvári György püspök rendelte a vár számára, de aztán amikor Szili püspök lebontatta a várat, akkor sajnos a kályha is áldozatul esett ennek az építkezésnek, és hát így került a földbe, ami utána aztán az említett ásató régész Szentléleki Tihamér megtalálta a kályhacsempe darabjait, és már a rekonstrukciós rajzot pedig Kis Csaba restaurátor készítette el, amiből aztán szépen összeállt egy egész kályhacsempe. Négy földrész közel 50 országából érkeztek asztali teniszezők a szombathelyi korosztályos világversenyre. A prímet annak ellenére az ázsiai sportolók viszik, hogy Kína nem képviselteti magát a viadalon. 5 napra a világ közvetlen élvonalába tartozó serdülő és ifjúsági asztali teniszezők vették birtokba az Aréna Szaváriát. A viadal iránt óriási volt az érdeklődés, a szervezők közel 400 versenyző nevezését fogadták el. Ennek köszönhetően párhuzamosan több mint 20 asztalon zajlik a küzdelem.
azt mondhatom, az idei évben ez a legnagyobb úgynevezett ifjúsági serdülő Junior Circuit verseny, így nevezik ezt hivatalosan. Ebben az évben több mint 45 ország nevezett, és ez világcsúcsa az ifjúsági körversenyek sorozatában és történetében, ez az egészen elképesztő szám. Kína ugyan nem küldött versenyzőket Szombathelyre, ám ennek ellenére is az ázsiai játékosok játsszák a főszerepet. A magyar pingpongozók számára ez remek alkalom arra, hogy világklasszis japán, dél-koreai és szingapúri sportolók ellen mérethessék meg tudásukat, felkészültségüket. Az ázsiaiak már egész sokkal korábban kezdik, egész kiskorukba kezdik. Nálunk, most én a magyarokról tudok beszélni, nem feltétlenül ilyen 3-4 éves korba kezdik el. Tehát itt is megvan már azért a különbség adogatásban, első érintésekben, tehát nálunk azért még csak ez a játékosság van a játékban. A roppant rangos viadal még szombaton és vasárnap is várja a nézőket. A két befejező napon csapatversenyekre és egyéni számokra is sor kerül, így látványosságban biztosan nem lesz hiány. Ráadásul a magyar játékosok közül többen is éremesiesként lépnek asztalhoz. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!